A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Mohácsi csata 497. évfordulója alkalmából idén is megszervezte a lovas zarándoklatot, II. Lajos király seregének útvonalát követve Érdtől Mohácsig. Idén már 7. alkalommal történelmi hagyományőrző lovas zarándokok csoportja járta be az útvonalat. Ez most már a 7. éve, hogy ez a zarándoklat megvalósul. Az első 2 évben nem a mi egyesületünk vezette, mi vezetésünkkel 5. éve zajlik a zarándoklat. Ugye az 1526-os Mohácsi csatavesztés emlékére tesszük meg ezt az utat, emlékezve a hősökre. Az út a mi számunkra az 6 napot vesz így igénybe. Ez körülbelül 200 kilométer, amit így kényelmesen meg tudunk tenni. A zarándoklat során felkeresték az emléktáblákat, és a megemlékezések során szalagokat helyeztek el ott. A csoport mintegy 200 kilométeres útvonalat járt végig Lóháton. Ezen a szakaszon vonult végig a magyar királyi sereg, hogy aztán Mohácson összecsapjanak a török haderővel. 1926-ban a Akházi Kamil, aki akkor az akkori hadtörténetintézetnek volt az igazgatója, akkor döntött el, ugye a csata 400. évfordulóján, hogy hát emlékezzünk meg valamilyen formában a felvonuló seregről, II. Lajos királyról, és akkor történészek segítségével összeállítottak táblákat, amik a tábláknak az a különlegessége, hogy nem csak azt mutatja be, hogy na, akkor emlékezzünk meg a csatáról, hanem egy nagyon rövid leírást is tartalmaz, hogy éppen akkor ott azon a helyszínen mi történt a sereggel, mi történt a királlyal. Tehát egy történelmi áttekintést kapunk, hogyha végigmegyünk ezeknek a tábláknak a nyomvonalán. És 2016-ban 490. évfordulón dr. Négyes Lajos hadtörténész hívta fel a figyelmünket ezekre a tábláknak a sorozatára, és akkor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről, akik ugye a Mohácsi Nemzeti Parknak, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynek a kezelői, döntöttük el, hogy hát egy történelmi zarándokútot hozunk létre, történelmi hagyományozók segítségével, és hát vannak, akik kerékpárral, vannak, akik gyalogjárják végig, de most már 7. alkalommal egy történelmi hagyományozó egyesület, a Rádi József Huszár Bandérium azok, akik korabeli viseletben végigjárják az útvonalat és mutatják meg a helyi lakosoknak, hogy mi is történhetett annak idején mondjuk 500 évvel ezelőtt. 1526-ban a csatában résztvevők a hősiességükről tettek tanúbizonyságot, amikor egy esélytelennek tűnő nyílt ütközetet vállaltak. Történészek közül többen úgy vélik, hogy a többszörös túlerővel szemben a magyar hadi stratégia akár sikeres is lehetett volna. A közelgő 500. évforduló kapcsán is kiemelten fontossá vált bemutatni a jelentős tetteket, nemzeti összefogást kiváltó történelmi cselekedeteket is, amelyek a hódoltság ideje alatt a megfogyatkozott magyar nemzet életerejének megőrzését, a Kárpát-medencei magyarság megmaradását és újjáélédését szolgálják. Nélkülük ma már nem lenne lehetőségünk emlékezni önfeláldozásból és hősiességből, hazaszeretetből példát adó elődeinkre.